te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Kápó! Jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Olyan, mint örülök, hogy ezt tette volna. Örülök, hogy találkozunk újra. Hasadra sütana! Na, mi újság van? Mit szólsz? Egy falacsoki torta, Viki szülinapi tortája tegnapról, már nem úgy, de hogy komoly. Ő nem tud róla, hanem is ti eszitek meg helyette. Igen. Marad belőle egy kevés. Meglepetlek, megkínálhatlak. Megmondom őszintén, az egyik szemem sír a másik nevet, mert amikor bejöttem a stúdióba, akkor az előtérben egy kis állati fehérje túlsúlyt láttam. De csak, de finomak volt. Állati fehérje túlsúly. Picik is felvágottakat. Igen, Feri hozott reggelit. Magas kenyérrel, és vajkrémet is láttam. Igazi vaj. Sajtkrém van benne, igen, és igazi vaj van. Igen. Ott egy picit visszatartottam a lélegzetemet, és tovább jöttem. És de, akkor, de akkor például láttam. A májpástétom tetején az valódi zsír. Gyönyörű, igen. Egy centi vastag, eredeti. Kemény, finom, igazi zsír. Igen, értem. Ott vettél egy nagy levegőt. És akkor hallottam már a műsorban korábban is, hogy egy kis torta itt vár, és mikor meghallottam, hogy cukormentes, akkor itt nagyon kíváncsivá váltam. Közben Jani jött velem szembe, és kevergette a kis zaplehet, amit kókusztejjel öntöttél. Nem, az a tegnapi volt, csak elmeséltem. Nem, ez most sima laktózmentes tejjel, laktózmentes van egy kis csipkebogyó lekvárral, és egy pici méz. Balázs fertőzött meg. És akkor így jó közelzetem lett, hogy úgy érzem, hogy ez így most egyensúlyba került. Esszel vagy nem esszel? Én mindenképpen meg szeretném kóstolni. És ezen van ilyen marcipán tetű is, ugye? Egy szolid, egy cent is, az egészséges. Igazi mandulából, ugye? Házi mandulából, házi biomandulából, egyenesen a kertemből. Én azt gondolom, hogy ezt meg kéne. Törte meg a csonthéjas magvakat. Ezt meg kéne mintázni mindenképp a végén. Igen, farpofával törtem fel a mandulát, amit aztán belereszeltem nektek. Úgy, és hogy... ez csak miattad, Gábor! Neked. Jól vagy, Gábor, mi újság? Igen, köszönöm szépen, jól vagyok. És hát folynak a sorozatok, rettentő sok a meghívás. Úgyhogy sajnos ezért most nem tudlak benneteket ellátni finom reggelikkel, de ígérem, hogy amint visszajöttetek külföldről és még életben vagytok. Hagyjad, akkor... finom reggelit hoztam én. Tehát... Igyekszem újra pótolni a lemaradásokat. Hát igen, nem sokára indulunk. Erről most már holnap többet mondhatunk. De jó lesz. Hogy hova megyünk. Igen, jártál már Afrikában? Nem. És ott fogtok enni? Tehát ott gondoltuk, hogy 6-7 alatt nekik is kell valami. Hát tudom, hogy vannak hibáink, az egyik, hogy 6-7 alatt ennénk egy keveset, hát még azért mi sem vagyunk tökéletesek, gondoltunk rá, hogy ne együnk, vagy csak ígyunk, vagy mit csináljunk. Nem tudjuk, lehet, hogy mit tesznek. Lehet, hogy irigykedve fogtok gondolni az itthoni zapkására, és azokra a beszélgetésekre, amiket az élelmiszerekről folytatunk. Csak nem gondolod, hogy hazai zapkása nélkül ki fog venni Balázs. Nem gondolod, nem teszek be 3 kilót zabot. De én megkockáztatom, hogy ha Feri is kimegy, és úgy tudom, hogy ő is kint lesz majd, bizony. Akkor ott olyan éjség tör majd rátok, hogy meg fogja becsülni ezeket a kis alkalmakat, hogy visszaemlékszik ezekre a kis beszélgetésekre. Feri, Hargáros. Én a világ minden táján jól tudok lakni, hidd el. Én nem leszek veszélyben. Olyat még nem látok. Üvölt egyet, lecsapúzta kézzel egy gnút, kitépi a hátsó lábát, és ott helyben megeszi. Feri kézipogyásznak egy ketrecet visz föl majd magával, lesz benne 2 gyöngytyúk, 3 liba, 4 kacsa. Egy nagyobb sertés. Egyébként telefontáplálkozás praktikus ilyenkor Afrikában is. Tehát tudom javasolni, majd esetleg összegyűjtök jövő héten néhány olyan receptet, amit tudtok vinni, száraz pirított műzli például, pici süldió, mézes süldió, és akkor ezekkel tudtok ott táplálkozni. Úgy látom, Feri nem igényli ezt. De én nagyon szeretem ezeket, nagyon. Mézes süldió. Rendkívül finom. Az a baj, hogy folyadékot fogtok kívánni rá, és az nem biztos, hogy ott lesz. Úgy tudom, hogy kevesebb a víz, vagy nem túl jó a minőségű, tehát a folyadékra is figyelni kell. Tehát vigyünk lúgosított vizet magunkkal, vagy szűrt csapvizet. Hát azért palackozott víz azért lesz kint. Igen. Azért az ásványanyag tartalmát nézzétek meg, és ugye a szénsavas víznél, ugye mondtuk, a kioldódás, tehát gondolom, ott nem biztos, hogy ezzel fogtok foglalkozni, de jó figyelni kint is az egészségetekre. Hát igen. Te gondolod, a vérhas nem játék. A szomjahalás szélén te gondolkozol, hogy az milyen ásványi anyag tartalmú a víz. Érted? Úgy iszol, hogy öröm nézni. Örülünk neki, odaférünk a sok glútól. Végül is védőitalként fogjátok inni szerintem a palackozott vizet, hiszen ott sokat fogtok majd izzadni. Elég párásodt a levegő, úgy tudom. Viszont ha rostosan táplálkoztok kint, akkor azzal számoljatok, hogy egy fél literrel több folyadékot vesz be a rost. Aha. És ilyenkor egy picit többet kell inni. Hát meggondolandó. Basszus, úgy érzem magam, mint egy osztálykiránduláson, ahol a tanárbácsi elmondja. Ennél durvább lesz majd egy... Akkor jó, ahogy megbeszéltük, akkor ott nem vesz senki semmit, mindenki csak a saját maga által hozott szendvicseket fogyaszthatja el. 15 percetek van rá.
Gyerekek, semmi baj. Most ott tavasz van, és már 36-38 fok, és még most jön a nyár. Ne aggódjatok. Nem, semmi baj. Semmi baj nem lesz. De hastifúz, abban van a vitamin, úgyhogy. Abban igen, van. Én már azt annyira várunk, hogy megkapjuk végre. Azért bízunk benne, hogy jól veszitek majd az akadályokat. Persze, nem lesz semmi. Egy egész ország fog izgulni, értetek? Így van. Könnyes szemű vemes majmok maradnak utána. Harmadik héttől kezdve. Igen. Igen. Na, mivel készültél mára, Gábor? Egy olyan témával készültem, amit be is harangoztunk, a térfogat. Tehát az élelmiszereknek a térfogat, a nagysága, mérete mennyire változik. Itt két folyamatról tudok beszámolni. Az egyik a péksütemények, kenyerek világa, ahol látjátok, hogy egyre kisebb alapanyag mennyiségből egyre nagyobb térfogatok születnek. És hogyha elvágtok egy pár forintos zsemlét, akkor azt látjuk, hogy szinte csak levegőt vásárolunk vele együtt. Igen, ugye tulajdonképpen ez arról szól ez a mai rovat, hogy hogy próbálnak úgy bennünket, hát tulajdonképpen szerintem kimondhatjuk átejteni ugye az élelmiszeriparban, amikor azt gondoljuk, hogy jó alapanyagot veszünk, minőséget veszünk, de helyette csak tömeget veszünk, térfogalt növekszereket, és nem az van benne, amit mondanak. Illetve az van benne, csak felpumpálják és kisporolják az értékes alapanyagokat, ugye? Így van, így van. Ennek az oka, hogy a kenyereknél a fogyasztó a szeme alapján vásárol, tehát ránéz a kenyérre, nem annyira a tömeg, ugye nincs is nagy címke rajta, hanem hogy néz ki a kenyér, mekkora. Viszont én nem is annyira erről beszélnék, hanem az egyebekről, ahol megindult egy térfogat csökkentés, vagy, illetve tömegcsökkenés. Ha megnézitek, akkor a piac úgy működik, és itt nem szeretnék nyilván senkit sem konkrétan bántani, csak egy tendenciát mondanék, bevezetnek egy terméket. Mondjuk egy flakonos terméket, és azt megszokja a fogyasztó, azt az ízt, azt a méretet, azt a térfogatot. Mondjuk egy van egy 150 grammos termék flakonban, és eltelik egy fél év, egy év, és egyszerűen észreveszem, hogy az már csak 125 grammos. Tehát nem 150 grammos, az ár ugyanaz, vagy 5-10 forinttal csökkentik az árat, tehát akciósként van kiírva. Észre se vettem, és 25 grammot csökkent a termék. De a méret ugyanaz maradt. Ugyanaz a méret, mert a csomagolás technikus megint profi módon dolgozik, tehát egy picit fölnagyítja ugye mondjuk egy flakonos terméknek a tetejét, a grafikákat úgy alakítja ki, hogy a fogyasztó megkívánja a terméket, ugye meleg színeket rajzol rá. Tehát nincs az benned, hogy te azzal foglalkozz, hogy 25 grammot csökkent a termék, a flakon ugyanaz, vagy esetleg megszűkítik az oldalát, és az alját azt kitágítják, tehát ez már csomagolás technikai kérdés, hogy gyakorlatilag még nagyobbnak is látod a terméket, vagy vannak azok a poharas termékek, amelyeknek van ilyen, mint a pezsgős pohárnak ilyen alja van, és a termék magas, de magában a csomagolásban van mondjuk 50 gram vagy 80 gram mondjuk túrókészítmény vagy joghurtkészítmény, és nagy talpa van. És úgy látod, hogy ez egy 10 centi magas termék, de a fele az maga a csomagolás, a másik fele a termék. Szóval elindult egy ilyen folyamat, hogy a szűkített, csökkentett űrtartalom, és ilyen szempontból mondhatjuk, hogy megint jól jár a gyártó, a fogyasztó pedig egyre kisebb tömeget, egyre kisebb mennyiségű terméket vásárol. Ez az egyik folyamat, a másik pedig az, hogy kiváltják. Hát például a marcipán, ha megnézitek, már így nem is kapható, vagy alig-alig, hanem inkább marcipán kenyeret találtok a nagyobb üzletekben, ilyen golyók formájában, vagy rút formájában, és ha megnézed, akkor benne inkább módosított keményítő és burgonya. Burgonya pép van. És ugye a mandula pép egy drága dolog, a mandulát kiváltják krumplival, keményítőkkel, pektinekkel, zselékkel. Szintén szeretném hozzátenni, hogy biztos találkoztatok olyan hengeres túrókészítménnyel, amelynek a belsejében... A mandulánál azért fel kell tüntetni, nem? Tehát ha elolvasom részletesen, akkor azért az rajta kell, hogy legyen, hosszú, nem? Olyan hogy hosszú nem olvas el az a ember, címkén, persze. Nézzétek, három nyelven van leírva, ebből valamelyik a magyar. Nincs energiád. Látsz egy szép címkét, látsz néhány külföldi, akár német kifejezést, ez biztos minőségi, és megveszed. De még akkor is megveszed, hogyha látod, hogy van benne mondjuk 20% krumpli, mert azt mondják, hogy nem tudom, maradék 20% az mondjuk mandula benne, tehát van benne mandula, csak ne felejtsük el, hogy az árat alig csökkentik. És ugyanakkor ugye mondjuk a mandula helyében sokkal olcsóbb krumpli keményítőt teszik. Ugyanígy a zselék, amikről korábban beszéltünk, gyümölcszelével pótolják mondjuk a túrókészítmények egy részét. Biztos láttatok olyan készítményt, ahol aláöntenek, vagy alátesznek zselét, gyümölcszelét, és amikor megnézed kívülről a csomagolást, átlátszó, áttetsző csomagolás, gyönyörű, szép, mondjuk málna zselé van az alsó harmadában egy joghurtkészítménynek, vagy egy túrókészítménynek, a fölötte pedig gyönyörű, szép túrókrém van,
és megveszed, mert milyen finom együtt kanalazni ugye a lekvárt és a tejkészítményt. Csak azt felejtjük el, hogy egyharmadát kiváltották zselatinnal lényegében, vagy pektinnel, és kétharmadával maradt meg az eredeti készítmény. Az árat csökkentették 10%-kal, a gyártó 20%-ot keres rajta. Gábor, azon mekkora kívül, hogy, azért igen, azon kívül, hogy ez pénzügyileg nyilván, idézőjelesen mondom ugyan, de átverés, ugye, mert erről szól. Lényegében tehát, ez egészségkárosító hatással bír, például a kenyereknél, amikor azt mondod, hogy a, tehát semmi nincs benne, nem nincs. Káros az egészségre, csak a vevőknek. Hát a kenyér az mondjuk szerintem sokszor azért sok adalék anyagot tartalmazhat. Ezért is veszük elő ezt a kérdést most, mert én azt gondolom, hogy nem csak ott kell figyelni, ahol kifejezetten félünk attól, hogy egy egészségkárosító anyag van benne, hanem én kifejezetten foglalkozom azokkal a manipulatív dolgokkal, amelyeket nyilván a törvény megenged, mert ez nem ütközik a törvényben, amiről most beszélünk. Csak azt mondhatjuk, hogy ez a gyártó számára önköltségcsökkentő tényező, abszolút. A fogyasztó örül neki, hogy egy picit színesebb terméket kap. Úgy nevezzük ezt, hogy gasztropszichológia, ezzel foglalkoztunk, lélektani kérdéseket vesznek alapul. Egy kis gyümölcskészítmény, gyümölcslekvárt mindenki tesz szinte a zapkására, aki otthon ilyet eszik. És a gyártó azt mondja, hát én oda rakom neked azt a gyümölcskészítményt, csak az nem olyan, mint a mi házi lekvárunk. De nem erős kifejezés. Zselatinnal készül. Bocsánat, nem erős kifejezés ebben az esetben a csalás? Mert hogy itt gyakorlatilag azért arról van szó, hogy egy picit védjük meg a gyártót, hogy ő nem akar árat emelni, kvázi nyilván nem akar ezzel bevételkiesést, mert mondjuk felment az adalékanyagoknak, vagy azoknak az alapanyagoknak az ára, amikből a termék készül. Ezért ő ilyen formában kerüli el az árnövekedést, és gyakorlatilag ártani nem árt, mert hogy nem egészségtelen dolgokat rakok bele, hanem csak kevésbé értékeseket. Így van, a szónak a jogi értelmében nincs szó természetesen csalásról. Ráadásul fel is tünteti az tudnunk, alapanyagokat. Így van. De egy picit hasonló, amikor egy túrókrémbe mazsolát tesznek, a mazsola jól megszívja magát, beletesznek mondjuk egy pár szem mazsolát, az fölveszi benne a vizet, eléggé megduzzad a mazsola termékben, és ha megnézedek egy túrókészítmény alján, szinte csak mazsola van. Igen, komoly tömeget lehet elérni, gondoljátok meg több tonna készítmény esetében, ez akár 100 kilós nagyságrendű nyeresség, tehát ennyit nyer, és az ugye a mazsola megszívja magát, hogy előzetesen vízzel telítik, cukros vízzel, stb. Stb. Tehát nincs szó csalásról, én azt mondom, ezek a modern világunknak az apró pici trükkjei. Ami jó átlátni fogyasztóként, hogy ezt tudod, hogy ez nem biztos, hogy azért. És ha választhatsz, hogy egy olyan túrókészítményt veszel, amiben nincsen növényi, vagy bocsánat, gyümölcs zselé, és egy olyat veszel, amiben van, akkor én azt mondom, hogy vegyél olyat, amiben nincs, és otthon rakjál rá házi lekvárt, jobban jársz minden szempontból. Igen, csak tudod, a fogyasztónak meg megint mi, ahelyett, hogy megfőzné a lekvárt, mert nyilván az macera, odamész és készen kapod a kettőt. Ott, hogy ez is a trükk, még ez is idézőjeles. A trükk része. Így van. Neked nem kell semmit csinálni, edd meg, itt van. Hát mert a kettő az egyben, a három az egyben, ugye ezek a típusú készítmények, ahol rajta van már a műzli, és egy kis pejhet rászórnak, és már is a térfogat a kétszeresére nőtt, ezek a, aztán ott a védőgázos csomagolás. Ugye a védőgázzal, ugye ez egy szakmai dolog a védőgáz, és egy fantasztikus dolog, de nézzétek, a védőgáz révén a termék térfogat a kétszeresére, háromszorosára dagad, és szeretsz a kezedbe venni egy olyan terméket, ami látod, hogy szép nagy, berakod a kosaratba, és úgy érzed, hogy te vettél valamit. Nagyon szép csomagolása van. A védőgáz jól jött a gyártóknak, mert a térfogatot növelte, és a fogyasztói tudatban a térfogat mindig a több terméket jelenti. Ugyanez van mondjuk a túródeszertekben, a rudakhoz hasonlító túródeszertben, amikor középen van. Így egy van. Ilyen gyümölcsik, ott is nyernek mondjuk 10-20% túrót? Többet, 30. 30. Megnéztem egy ilyen készítményt, és képzeljétek el, hogy 20%-át a túrónak ki tudják váltani ezzel a hengeres gyümölcszelével, ami nagyon olcsón gyártható. És a külsején pedig a csokoládé masszát is megnövelték, nagyjából egy 15-18%-ra. Ugye a csokoládé masszáról tudjuk, hogy a tömeg csokoládé van általában margarinban, tehát nem kókusz, vagy nem kakaóvajjal készítik, tehát olcsóbb siradékokkal készítik. Magyarul a túrónak körülbelül a 30%-át kiváltották, vagy margarin alapú csokoládéval, vagy belső gyümölcskészítménnyel, és a fogyasztó beleharap, és hogy Feri, te is mondtad, jobban szeretsz fogyasztani egy olyan túrókészítményt, ami érzed, hogy több a csokoládé, van benne, mint a lekvár tennél hozzá, van benne édes, finom ízű, aromásított gyümölcskészítmény, és egy kis túró, édesített vaníliás túrókrém, szívesen megeszed. Nem jut eszedbe az, hogy hopp, itt a 30%-át kiváltották. Olcsóbb anyaggal. Jó üzlet. És akkor a mandulára hogy írhatják rá, hogy marcipán? Tehát miért nem írják rá, hogy marcipán ízű, vagy marcipán szerű, vagy tehát hogy miért nem szabályozza?
Szerintem ezt is fogják szabályozni. Előbb-utóbb a törvény, hát nem írhatja rá, hogy marcipán kenyér. Hogy marcipán kenyér, marcipán ízű. Bizonyos mandulamennyiség, mandulamennyiség fölött adhatják, illetve ráírhatják. Bízom benne, hogy itt is történik szabályozás, hogyha a gyártás afelé mozdul el, hogy tovább csökkentik a marcipán, biztos, hogy ebből lesz megint egy szabályozás. Na látod a kis reggeli asztalunkat? Szintiszta hús van, igazi vaj van, Gábor. Nem köthetsz bele. Igazi zsír. Igaz, így is van, és igazi, gyönyörű kacsazsír. Ennyi. Igen. És ha meg a tejföllel, meg a túróval nem akarod átverni magad, lehet Csarnok Marika néni, olyan a tejföl, így áll benne a kanál. Oda kell menni. Ott nincs térfogat növelő, meg mit tudom én. Igen. Így egy hallgató, tegnap elnap volt nálunk is, birka pörkölt volt ebédre, elfogyott minden. Jó vagy? Félek, hogy a hallgatók is egy picit elviccelik ezt a kérdést, pedig milyen komoly. Dehogy is, nem, imádják ezt a rovatot. De egyébként, hogyha a már a csomagolást felvetetted, azért valljuk be őszintén, hogy rengetegen csomagolás alapján vásárolnak. Tehát, hogy látták egyrészt a reklámot, nagyon szépen meg van csinálva, nagyon dizájnos, nagyon incsiklandó, és nagyon, nagyon tényleg megveteti magát, mert marha jól néz ki, de hogyha ugyanúgy mellette látnak egy olyan csomagolást, ami semmilyen, mondjuk kétszín nyomású, igazából semmi extra nincs rajta, és az adatok kívül nem látszott a semmit, akkor a kettő közül inkább a színesebbet fogja megvenni, mint igen, a másikat, annak ellenére, hogy lehet, hogy az értékesebb, jó minőségű, amin nincsenek, mit tudom én, ilyen-olyan figurák meg színek, nem? Így van, elképesztő munka folyik az iparban a jobb csomagolás, szebb csomagolás kialakításért. Ezt úgy végzik el egyébként, hogy ugye 8 másodperce van a fogyasztónak, illetve a gyártónak, hogy eladja a termékét, mert egy termék mellett kb. 8 másodpercet töltünk. És képzeljétek el, hogy mennyi munka és milyen verseny van a piacon, hogy amikor te sétálsz egy áruházban, egy élelmiszerüzletben, és elmész egy termék mellett, szeretnéd tudni a gyártó, mi van a fejedben. Hogy mit nézel rajta, mi az a szín. És ezért egyre erősebb színeket alkalmaznak, formákat, ráírják, hogy nem tudom milyen vitamin, ugye ezt le is szabályozták. Tehát, hogy te megállj. Ez a lényeg, hogy te sétálsz, 40 ezer termék van az üzletben, és van egy pont, amikor te lassítasz, megállsz, és leveszed a terméket a polcról. Ez az a folyamat, ami őket érdekli. Miért? Te miért állsz meg? Mi kell ahhoz? Hogy ráírják, hogy a gyermekednek ilyen és ilyen vitaminok vannak, de nem a csokoládés. Mondjuk annyi, hogy akciós, tehát nagyon más nem. De hát már mindenhol a százalékjel, és már megálltam, de és benne van a kosarabba, beugrik. Hagyd a színeket, Gál, és egy akciós! De nem kell levennem, hát megismer a termék, beugrik a kosarabba, hogy eltudom a polc mell. Egyet fizet, négyet kap, olyan ott van. Igen? Akciós! Ott keresd! És csak otthon nézem meg, hogy mit vettem. A Jani nem egy hosszabb tanulmány, de rövidebb. Jól van, oké, Gábor, hát nagyon szépen köszönjük, ez érdekes volt megint. Jó, tudja, a fogyasztó megnézi, egyre ravaszabbak, egyre jobban igen, kiképzettek a mi fogyasztóink, a mi hallgatóink, aztán majd eldöntik, hogy mit szeretnének venni. Jövő hét? Jövő héten már most mondom, hogy táplálékkiegészítők, ez egy nagy témakör, fehérjék, aminósavak, tömegnövelők, erről millió már beszéltünk, írja egy hallgató, sportolók szedik, ez egy nagyon jó ötlet. Nagyon sok embert érint, turmixok, porok, fehérjeporok, stb. Ezzel foglalkozunk a jövő héten. Ráadásul ők nagyon-nagyon tudatos vásárlók, mert őket ténylegesen érdekli, hogy mi van egy termékben. Tehát, hogy amikor ő vesz egy túrókrémet, vagy mondjuk valamilyen szemcsésugrot, vagy stb., ő megnézi, hogy mennyi fehérje van benne, mennyi szénhidrát van benne, mert számára ez életbevágóan fontos. Így van, a sportolók körében nagyon-nagyon sok a tudatos ember, megnézik valóban. Jó erről beszélni, mert ugye itt is versenyhelyzet van, itt is vannak olyan dolgok, amikről beszélni kell. Nyilván nem akarunk senkit sem ezzel sem bántani, hogy nem szeretnénk, de lényeg az, hogy ugye olyan széles már a paletta, hogy muszáj sorra venni, hogy mi a jobb, mi a kevésbé jó, milyen típusú termékeket lehet jobban szakmailag javasolni. Milyen hatása van a szervezetre, azért az sem mindegy, fehérjeporok, stb., amit eszel, iszol, ezek a turmixok, ugye, tömegnövelők. A fehérjek között különbség van, nem mindegy, hogy milyen típusú. Jó erről beszélni. Jó, akkor jövő héten ezzel folytatjuk. Mit reggeliztél, Gábor? Sajnos nem volt túl sok időm, mert sok a meghívás, úgyhogy házilag pirítottam egy kis műzli keveréket. Pont ezt csinálom, ha nincs időm. Ugye csak, de ha sietsz, iskoláját, a rólnak valamit, pont pirítok egy kis házi valamit. Utána, mivel a pirított műzli nagyon hamar megduzzadt, egy kis meleg kókusztajjal fölöntöttem, és házi szilvalekvárral dúsítottam. Egyetlen... Jaj, oda akarok bújni megint. Viszont az a helyzet, hogy fölbontottam szüleim alma kompotját. Jézusom, oh, te hedonista állat. Ez olyan, mint az én nagyapám, az a nagyapám aranyórája, amit a végbeliben őrzött.
Ez a szüleid alma kompotja ugyanez? Mert nekem van egy aranyórám a nagyapámtól, szörnyű helyeket járt meg az öreggel. Nekünk egy kakukus óránk ugyanezen a helyen tárolták. Nem. Szóval ez a örökség, ezt úgy mondtad körülbelül, mintha... Igen, ezt nem túl rég kaptam, és a hűtőben állt, most fölbontottam. Egy pici kis cukor azért volt benne, rendkívül finom volt, de nyers narancsot is fogyasztottam hozzá. Nyers narancsot. Narancsot eszel. Előtte jól megmostam, megtisztítottam. Meg se sütötted, meg se főzted. Hát meg se pirítottam. A nyugat ópiumát, a narancsot. Jó kis narancs. Jól van. Káborunk, akkor jövő héten. Jó, találkozunk. Kiegészítők, ezzel folytatjuk. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.